A Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai Minden Szentek és Halottak napja ünnepén sem pihentek. Az adóellenőrök a temető környékén végeztek ellenőrzéseket. A szakemberek pozitív tapasztalatokkal zárták a vizsgálatokat, csupán néhány szabályszegésre derült fény. A hivatal operatív revizorai folyamatosan ellenőrizték az ünnephez kapcsolódó termékkört, illetve szolgáltatásokat. 107 nyugta ellenőrzést tartottak, és ebből kettő esetben találtak olyan vállalkozót, aki nem tett eleget a nyugtaadási kötelezettségének, 52 foglalkoztatotti ellenőrzés volt, és ebből mindössze egy esetben volt olyan dolgozó, akinek hiányzott a bejelentése. Fontos tudni, hogy a NAV ellenőrei hivatalos személyek, és aki a jogszerű eljárásukat akárcsak fenyegetéssel is akadályozza, az bűncselekményt követel, mely akár szabadságvesztéssel is büntethető. Az adózók egyébként rendszeresen értesülhettek a következő ellenőrzésekről. A hivatal minden héten közzé teszi az adótrafipaxban, hogy mely napokon, milyen területen tartanak ellenőrzéseket. Ilyenkor a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, a jövedéki termékek értékesítését, valamint a forgalmazott áruk eredetét is ellenőrzik a revizorok.